Finisben az utolsó simítások vannak hátra a 9 utcát érintő felújítási programban. Egészségre vállalkozunk, ingyenes oktató programot indított a VOSZ, újraélesztést is lehet tanulni. Szedd magad, kinyitottak az eperföldek, a termés minősége és mennyisége is kiemelkedő. Jó estét kívánok, ez a Szombathelyi Televízió híradója. Finisben tart a 800 millió forint értékű útfelújítási program Szombathelyen. Önkormányzati forrásból összesen 9 rossz állapotú utca és útszakasz újul meg a városban, jó részével már végeztek is a kivitelezők. A napokban átadták a forgalomnak a Kenderesi utcát. 83 millió forintból 1 kilométer hosszan megújult a burkolat, biztonságosabbá vált a közlekedés az autók és a kerékpárosok számára is. Két ütemben zárták le az utcát néhány napra. Emiatt a Kárpáti-Kelemen utcában megnőtt az átmenő forgalom, most már az ott élők is fellélegezhetnek. Elkészült a professzor dr. István Lajos körút új burkolata is, ráfért már a felújítás a nagy forgalmat bonyolító szakaszra. Az útburkolati jeleket már felfestették, a következő napokban még járdajavítási munkát végez a kivitelező. A Bartók Béla körút Paragvári és Hazácius Ferenc utca közötti szakaszán ugyancsak befejeződött a kivitelezés, itt még a kapubejárókat kell rendbehozni. E két szakaszt érintő beruházás 95 millió forintba került. 40 millió forintból újult meg az Akacs Mihály utca Szűrcsapó és Hargita utca közötti szakasza, ezzel a lakók régi vágya valósult meg. Új szegélyköveket raktak le, vízelvezető aknákat építettek be, és a kapubejárókat is felújították. A korábbi csapadékvízelvezetési beruházásban érintett 4 Oladi utca közül a Dozmat utca nemrég megújult, most pedig a Bárdos Aliz utcát is teljes körűen rendbehozták az útfelújítási program keretében. A Rumi út Csititói benzinkúttól a Mozaik kereszteződésig húzódó 650 méter hosszú, rendkívül rossz állapotú szakasza is megújult már. Szintbe helyezték az itt található 18 aknafedelet, felfestették a burkolati jeleket. A tervek között szerepel, hogy jövőre a Rumi út Szőlősi vasútállomásig tartó szakaszát is fejlesztenék. Végzett a kivitelező a Csaba utca felújításával. A Tátika utcai kereszteződéstől szinte teljes hosszában megújult a burkolat, ott, ahol erre szükség volt. A csapadékvízelvezető rendszer folyókáival még van hátra egy kis munka, ezért 30 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A napokban a Vásártér utcai kereszteződésben is felfestették a gyalogátkelő helyet és az útburkolati jeleket. Korábban már a Bocskai István körút és a Brenner Tóbiás körút Kálvária és Nárai utca közötti szakasza is megújult. A TOP Plus fejlesztési keretből a jövőben 8,5 milliárd forintot szánnának útfelújításra. Egészségügyi oktatóprogramot indított a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége a Semmelweis Egyetemmel közösen. Az a cél, hogy minél többen elsajátítsák az újraélesztés és az elsősegélynyújtás alapjait. Az országos rendezvénysorozat ma délelőtt Szombathelyre érkezett. Egészségre vállalkozunk szlogennel oktatóprogramról írt alá megállapodást a VOSZ egészségügyi tagozata és a Semmelweis Egyetem alapítványa a sürgősségi orvostani klinikával együttműködve tavaly májusban. Arra vállalkoztak, hogy rendszeres időközönként minden vármegyében újraélesztési ismereteket és életmentési tudnivalókat adnak át az érdeklődőknek. Alapjában a VOSZ a belső csatornáin kezdte el ezt a rendezvényt hirdetni, és szerencsére, mivel ez a létszám, ez ilyen 25, maximum 30 főig tudtak befogadni ebbe a terembe, mivel a Semmelweis Egyetemről lejött orvosok, illetve a munkatársai ennyi embert tudnak korrektű, szakszerű felkészíteni, ezért mi a saját csatornáinkon keresztül kell hirdetni. A létszám nagy része össze is jött. A szombathelyi képzésen bemutatták a sürgősségi beavatkozást igénylő szituációkat, valamint tájékoztatást adtak arról, hogy a különböző problémákra hol és hogyan vehető igénybe megfelelő szintű ellátás. Az alapítvány önkéntesei a mellkaskompresszió helyes technikáját és a félautomata defibrillátor használatát is szemléltették az érdeklődőknek.
akinek van jogosítványa, tanult életmentést, de nem valószínű, hogy hozzá mer kezdeni. Ez pedig arról szól, hogy igenis merjünk odalépni, és igenis tudjuk, hogy mit kell csinálni. Tehát jó magam is, csak néztem az első alkalommal, hogy hogyan, de azóta sokkal bátrabb vagyok, sőt, mi több már volt is egy alkalom, amikor tudtam segíteni. Az oktatáson rövid prezentációk és gyakorlati bemutatók szemléltették a baleseti sérültek ellátására, a kiemelt kórképek felismerésére vonatkozó tudnivalókat. A félnapos ingyenes egészségügyi tanfolyam résztvevői a képzés elvégzését igazoló oklevelet kaptak. Elutasította a kúria a Fidesz plakát kampánnyal kapcsolatos kifogását. Padokat telepített és felújította a kerítést a Szompark a Zanati játszótéren. Egyéni gazdaságokra vonatkozó összeírást végez a KSH. Rövid híreink következnek. Elutasította a kúria a Fidesz városi identitás kampányra vonatkozó kifogását. A párt előbb a helyi választási bizottsághoz, majd a területi választási bizottsághoz fordult, mert szerintük az Éjjel-Szombathely Egyesület és az önkormányzati gazdasági társaságok összemossák a választási és a városi identitás kampányt. Tóth Kálmán, az Éjjel-Szombathely Egyesület elnöke sajtóközleményben tudatta, hogy a kúria keddi döntésével megalapozatlannak ítélte a Fidesz kifogásait, és megállapította, hogy a területi választási bizottság a tényállást nem mindenben helytállóan állapította meg, és abból téves következtetést vont le, amikor elmarasztaló határozatot hozott. Az Éjjel-Szombathely Egyesület és az önkormányzati gazdasági társaságok nem követtek el jogsértést. Tóth Kálmán felszólította a szombathelyi Fideszt, hogy nyilvánosan kérjenek bocsánatot az alaptalanul megvádolt emberektől. Megjavították a játszótér kerítését Zanaton, és a Szompark két új padot is kihelyezett a környéken élő családok kérésére. Ugyancsak a városrésszel kapcsolatos hír, hogy elkezdődött a betonlapos járda felújítása a Holcsugár utca mindkét oldalán. A munkát a Szova végzi, várhatóan még ebben a hónapban befejeződik. Mezőgazdasági összeírást végez a Központi Statisztikai Hivatal júniusban az egyéni gazdaságok körében. Az adatfelvétel célja, hogy naprakész információkkal szolgáljon a hazai és a nemzetközi döntéshozók, gazdálkodók számára, továbbá biztosítsa az uniós adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges információkat. A kiválasztott gazdaságokat e-mailben vagy postai úton értesítették, számukra a válaszadás kötelező. Az online önkitöltés időszaka mától május 23-áig tart. Aki ezzel a lehetőséggel nem él, azokat az összeírók később személyesen vagy telefonon keresik fel. Részletek a ksh.hu oldalon olvashatók. Berobbant az eper szezon. A jó időnek köszönhetően a korábbi évekhez képest előbb indulhatott el a Szedd Magad akció. A termelők hosszú és kedvező szezonra számítanak. A földeken szedett eper kilója 900 és 1500 forint között változik az idén. Múlt pénteken már elkezdődtek a Szedd Magad akciók a város környéki földeken. Az idei termés mennyiségben és minőségben is jobb a tavainál, ugyanis nem volt olyan mértékű fagy, ami problémát okozott volna. Az eső sem bántotta az epret. Az eddigi rekordunk a szüret kezdetét illetően május 16 volt, ezt most megdöntöttük, nagyon korán kezdtünk, ilyen korán még soha, köszönhetően a májusi-áprilisi melegeknek, viszont mivel nagyon kellemes 20-25 fokok vannak, ezért arra számítunk, hogy júni közepéig eltart a szezon, úgyhogy egy jó 4-5 hetes hosszú szezonra, érési szezonra számítunk. A régi Tücsök-Major területén közel 2 hektáron lehet epret szedni. Sokan érkeznek kosarakkal, vödrökkel, hogy aztán teleszedjék őket friss, édes szamócával. Már az első napokban is sokan voltak, az eső nem ijesztette el az embereket. Az eperültetvényeken beszerzett gyümölcs kilója idén 900 és 1500 forint között mozog. A szombathelyiek előszeretettel csatlakoznak a Szedd Magad akcióhoz. Itt biztos, hogy friss, itt tudom, hogy honnan jött, és egyébként jobb az íze is. Az epret elsősorban fogyasztásra szedik, de lekvárt szörpöt is készítenek belőle. Közel 9 kilót szedtem, 40 perc alatt lekvár lesz. Közel 5 kilót szedtünk, ez az első menet. Mire használjuk fel? Itt a fő tevékenység, az látszik. Egyébként majd főzök be. De folyamatosan jövünk, majd itt lakunk nem messze.
A Szedd Magad akciók népszerűsége évről évre nő. Szombathely környékén több ültetvény is várja a friss földi eper kedvelőit. Kikapott a Falkó Szolnokon, egy-egyre áll az aranycsata. Aranyérmes lett a Magyar Kupában a Haladás VSF futsal csapata. Kijutott a párizsi olimpiára Ligeti Dániel, a Haladás birkózó klasszisa. Rövid sporthíreink következnek. Óriási küzdelemben egyenlített a Szolnok a férfi kosárlabda NB1 döntőjében. A három győzelemig tartó párharc második mérkőzésén a tiszapartiak fogadták a Falkót. A végig feszült, kiélezett és fordulatos összecsapást az utolsó negyedben döntötte el a Szolnok, amely végül 187-re nyerte a találkozót. Az aranycsata 1-1-es állásról folytatódik pénteken az Aréna Szaváriában. Magyar kupát nyert a Haladás VSF futsal együttese. A zöldfehérek a fináléban 3-0-ra múlták felül a Veszprém együttesét Budapesten. A mérkőzés elejétől fogva a Haladás játszott fölényben, a Veszprém védekezésre kényszerült. A második félidőben születtek a gólok, előbb Vatamaniuk Barta Dávid, majd Rutai Balázs talált be, a végeredmény pedig Drót Zoltán állította be a 32. percben. Zsinórban harmadszor, összességében 5-5-ször lett aranyérmes a Haladás VSE a kupasorozatban. Ligeti Dániel megragadta utolsó esélyét, a záró olimpiai kvalifikációs versenyen Isztambulban megnyerte kvótaosztó mérkőzését a szabadfogásúak 125 kg-os súlycsoportjában, ezzel részvételi jogot szerzett a párizsi játékokra. A mindent eldöntő mérkőzésen a venezuelai José Daniel Díaz Roberti győzte le 5-0-ra, így a szombathelyi Haladás VSE 34 éves nehézsúlyú klasszisa a harmadik olimpiájára készülhet. Az előkelő 6. helyet szerezte meg a Haladás Viktória FC női élvonalbeli labdarúgó együttes a bajnokságban. A csapat gerincét saját nevelésű játékosok alkotják, közülük többen is meghívót kaptak a korosztályos válogatottba. Véget ért a 12 csapatot felvonultató Simple Liga, amelyben a Haladás Viktória FC együttese is szerepelt. A már több mint 30 éves szombathelyi klub kerete a nyáron alaposan kicserélődött, több meghatározó játékos távozott, helyükre tehetséges saját nevelésű fiatalok érkeztek. Hérincsné Markó Edina irányításával a bajnokság egyik legfiatalabb együtteseként, kisebb hullámvölgyeket leszámítva, végig kiegyensúlyozott teljesítményre voltak képesek a hosszúra nyúlt idényben. Nagyon nehéz röviden összefoglalni, azért ez egy hosszasabb dolog, mivel csapatépítésben vagyunk, ami teljes mértékben az eredményeinket tükrözi. Aki végigköveti az összes mérkőzésünket, az mind láthatja, hogy egy fejlődés útján tartunk. Ez a fejlődés ez hol visszatükröződik mérkőzéseken, hol csak edzéseken látjuk, természetesen azon dolgozunk, és azért dolgozunk még többet, hogy ez a mérkőzésen csúcsosodjon ki, és egy folyamatos fejlődés látható legyen. Nagyon nehéz, hiszen teljesen új csapatot építünk. A labdarúgók közül többen hétről hétre három fronton bizonyítanak. A felnőtt élvonalbeli bajnokság mellett a korosztályos pontvadászatban és az utánpótlás válogatottban is rendszeresen lehetőséget kapnak a Viktória FC játékosai. A Simple Ligában az Asztrával, a Soroksárral és a Diósgyőrrel vívott nagy csatát a szombathelyi együttes, amely végül a 6. helyet szerezte meg. A nagyobb büdzsével, légiósokkal és több válogatott labdarúgóval szereplő együttesekkel szemben már okozott meglepetést a Vasi Gárda, amely folytatja az építkezést. A szakmai stáb célja, hogy a keret magját együtt tartsa. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az stv.hu címen és Facebook oldalunkon is megnézhetik. Híradónkat óránként ismételjük. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!